Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, egy évezrede volt kb. Videó, viszont úgy gondoltam, hogy ideje már visszatérni, illetve már régóta gondoltam ezt, csak nem igazán tudtam, hogy mit kéne csinálni. Ugye elég régen van már ez a YouTube csatorna, igazából 2016. januárjában vagy februárjában kezdtem el a videózást, úgyhogy azért már elég régóta van ez a csatorna, viszont ez változott alapvetően. Tehát ugye eredetileg akkor Minecrafttal kezdtem el foglalkozni, és amúgy egész jó, egész sikeres volt, csak hát én is változtam, kicsit meguntam a Minecraftot, elkezdtem másfelé orientálódni, viszont ez a csatornán nem igazán találtam azt a hangot, hogy mi lenne jó. Ugye egy sorozat volt, ami elég sikeres volt, meg elég jó volt a fogadtatása, ez a Tapet Androidos játékok dolog, viszont őszintén azt meg én nem élveztem annyira akkoriban, amikor csináltam. Így hát végül ennek a csatornának az lett a vége, hogy nem nagyon lett már itt videó, viszont én ebben a csatornában az a helyzet, hogy nagy jövőt látok, szóval elkezdem megint, itt vagyok mostantól, itt leszek, és hát most sok mindent tervezek ide, de gondoltam, hogy így indításként mi lenne jobb, mint visszatérni a gyökerekhez, a jó öreg Minecrafttal. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy megnézik ezt a videót öten, lehet, hogy mindenki csak dislike-ol, de lehet, hogy negatív kommentek lesznek rajta, viszont úgy gondolom, hogy valahol el kell kezdeni. És hogyha már elkezdem, akkor miért ne kezdjem el azt, ami szerintem az egy kicsit izgalmasabb, mint mondjuk egy alapjátékot nézni, egy hardcore sorozat. Azért is lesz amúgy szerintem ez izgalmas, mert még soha nem hardcore-oztam, megmondom őszintén a Minecraftban. Viszont Survivor sorozatok során nem nagyon szoktam meghalni, és mikor meghalok, az is olyan, hogy igazából ha jobban odafigyelnék, nem halnék meg. Szóval szerintem el tudnánk kezdeni. Amúgy itt láthatjátok, hogy hát van pár világom, de amúgy nagyon sokáig nem Minecraftoztam, tehát mikor a csatornán abban maradt a Minecraft, utána már én magam sem Minecraftoztam. Időközben léptem be, tehát például, hogy itt van, látjátok 1.14-es verzióba, hogy megnézem, de annyi újdonság volt belőle, hogy ki is léptem, meg látjátok, ez nyilván ilyen semmi nagyjából. Viszont egy kb. Egy 3 hónapja kezdtem el megint így jobban foglalkozni ezzel a játékkal, hát visszajöttek azért a régi emlékek, minden, illetve a régi videózás is. Például ezt a két világgal szoktam itt foglalkozni. Na mindegy, kezdjük is el. Mi is lehetne jobb neve ennek, és hardcore, érdekes lesz. Teljesen random generált világ, meg ilyenek, szerintem ez a szídes dolog, ez akkora csalásom, úgy, na mindegy. Lesznek majd nyilván más játékok is ezen a csatornán, meg lesz sok minden. Mondom, nem számítok még eleinte nagy nézőszámra, vagy bármi ilyesmi, de sok mindent meg fogok próbálni. Bármiféle, oh hello. Szóval bármiféle észrevételetek van, azt kérlek írjátok le majd kommentbe, vagy bármi. Jó rég csináltam miért illet, vagy számítógépen szerintem még sosem csináltam gameplayt. Ugye mobilon csináltam nagyon sokáig videókat, de őszintén megmondom, az már annyira nem szeretem, vagy hát annyira már nem esik kézre a mobiljátékok. Oké, ennek megjegyezzük a koordinátait, mert ez a Guardian dolog, ez majd jó lesz a későbbiekben. Viszont falut szeretnék találni, mert szerintem faluban a legkönnyebb élni, háromokból is. Az egyik az, hogy nyilván például egy hardcore-ban a prioritás nem igazán az, hogy mondjuk gyorsan egy nagyon szép bázist építsek, hanem ugye ott inkább a túlélésre kell menni, és éppen ezért addig például tök jó egy falusi házba lakni szerintem. A másik meg az, hogy a falusi kereskedelem az szerintem egy olyan dolog, ami nagyon megkönnyíti az egész játékot. Szóval igen, falut szeretnék találni. Ja, megvan ott egy csomó loot, ami így a játék elején tök jól jön. Szóval menjünk, keresünk egy falut. Őszintén megmondom, valami olyan faluként, ami így normális, tehát nem ilyen sivatagi mondjuk. Na hát most annyi történt, hogy kicsit feljebb tettem a mikrofont, hogy annyira ne hallatszódjon bele a billentyűzet. Nem tudom, hogy ez most mennyire hallatszódik. Hát mondom, még bele kell jönnöm nyilván. Nyilván bele kell még jönnöm. De remélhetőleg sikerülni fog. Akkor nem tudom, merre kéne menni, mondja, ugye arra szeretnék indulni. Ja igen, nincsen semmi mód ment a játékban a Optifine-on kívül, ezt azért szeretném megemlíteni. Szóval, ha már vannak tehenek, akkor azokat már megölöm, mert értek, miért ne? Haja az út is kell.
Na, elég sok mindent szereztem igazából ezektől a tejeknekről. Ó, itt van még egy. Hát nyilván tök jó lenne kisütni, de most így az elején majd nyersen is megteszi. Persze, ha találunk egy falut, akkor ki tudjuk sütni. Na, mehetünk is. Na, itt vannak disznók is, szerintem azokat is megölöm, mert a hús az mindenképp kell sok. Na, mehetünk is tovább. Lámákat nyilván békén hagyom most még egyelőre. Na, lehetne már valami falu mondjuk, vagy valami, fel kellene menni amúgy a hegyre, onnan jobban szét lehet nézni. Úgy hát gondolom, oké. Okay. Az ott mi? Az nem falos, csak valami építmény. Meg ilyen jeges dolgok. Ó, viszont vannak bárányok, ami tök jó, mert pont három van. Szóval még ágyunk is lesz. Na, mi van? Na, hol a maradék itt? Most szerintem egész jól el vagyunk most így látva a kajával így az elején, vagy így az elejéhez képest. Oké, van egy csomó sivatag, ez tök jó, de hogy jó lenne valami más is, mondjuk valami falu. Igen, oda kell nagyon figyelni itt a HP-ra. Jó, hát itt nyersen nem sokat töltenek vissza. De igazából mindegy. Na oké, én csak elkezdek mondjuk fát vágni, meg ilyenek, mert mondjuk kellenének már. Pedig ugye az volt a terv, hogy falut találok, csak mindjárt elmesteledik. Aztán legalább ágyam legyen. Oké. Szóval mi mindig falu a cél. Meg mondjuk az is cél, hogy ez a nagy szavanna már véget érjen. Őszintén megmondom, eddig nem nagyon tetszik ez a világa. Mármint, hogy ilyen jeges, meg ilyen szavanna, meg sivatagok. De majd biztos találunk valami jobb részt is. Itt is van egy csomó állat, ezeket is legyékolom, mert tényleg kell a kaja. Nagyon is. Oké, mondjuk már akkor inkább csinálok jobb eszközöket. Nem. Nem ezt akartam. Szóval hogy akkor már inkább csinálok jobb eszközöket, mert talán az úgy jobban megéri. Szedek követ mondjuk. Milyen mélyen van itt a kő, na végre. Ó, és rögtön szén is. Ezt ki lehet szedni facsákánnya, vagy ahhoz kő kell? Nem tudom, tök mindegy. Úgyis szedek három követ, aztán megyek fel, aztán ennyi volt a facsákány. Na viszont látásra. Írni. Szóval innentől már dolgozhatunk jobban. Ó, mennyivel gyorsabb. És akkor itt van az a rész, hogy bármennyire is nem akarom, itt fogok letelepülni, de nem, tényleg nem, megyünk tovább szépen, amíg nem találunk falut. Meg őszintén megmondom, ez a bajom tényleg nem tetszik nekem. Szóval hosszú távon sem laknék itt. Tehát nem tudnám nagyon elképzelni itt a bázisomat, bár aztán mondjuk ki tudja. 24 kő, tökéletes mehetünk is. Esetleg még egy izét csinálok, egy kardot. Illetve egy baltát. Oké, most már tényleg mehetünk. És akkor most már talán lényegesebben jobban le tudjuk ölni az állatokat, mint ezelőtt. Oké, közben menjünk tovább. Mert tényleg mindjárt lánkes cseledik. Nyilván ezeket a disznókat is leölöm, ha már itt vagyok. Kajával nem lesz úgy problémánk. Nyilván tök jól lenne kisütni, de szerintem így nyersen se jó. Vagy nyersen se rossz. Ha kezdem menni a nap. Amikor a crafting table-t letettem, akkor csinálhattam volna mondjuk ágyat.
Mindegy. Jó, még nem tudunk aludni. Így körbenézek. Sivatag, remek. Találhatnánk valami. Meg ugye másik irányban meg új tenger volt, szóval abban az irányban nagyon nem tudtunk volna elindulni. Már közben igazából, ha már így itt vagyunk, csinálhatok egy sütőt is, aztán kisütjük a húst. Ja igen, amúgy a Trilex név az ne zavarjon meg, az ugye a másik csatornám neve, és ezt szeretem amúgy jobban használni játékokban, mert rövidebb is jobban hangzik szerintem. Na szóval ott tartottunk, hogy kisütjük ezeket a húsokat. Oké, és el is készültünk. Most van egy csomó XP-nk is, amit még nyilván jó ideig nem fogunk tudni semmire se használni, de azért jó, hogy van. Na, mehetünk is tovább. Találni végre valami szép környéket. Vagy legalább a szebb környéket. Ez ma ott jobban tetszik, például az a hegy. Csak legyen benne falu, leginkább. Mennyi nyuszi van itt, de nyuszit nem ölünk, azok aranyosak. Na, aztán remélhetőleg már lesz itt valami falu, vagy valami. Oh yes. Oké, meg vagyunk. Ó, ez ráadásul egy eléggé nagy falu. Mondjuk templomuk nincsen, vagy hát jó, az a templom, ugye az is templom, de hogy olyan klasszikus nagy templomuk nincsen, de igazából mindegy is. Oké, nekem igazából tetszik ez a hely. Hogy látom, a sivatagunk is lesz. Illetve hát ha az nem is, akkor ugye itt a sivatag. Van ilyen jeges helyünk. Szóval ja, az ott ilyen talga, akkor nem sivatag, mindegy. Szóval jók leszünk mi szerintem itt. Na már csak ezen kell átküzdködni magunkat, aztán ma ott is vagyunk. Ezek a nether kapuk szoktak ennyire közel lenni faluhoz? Vagy ehhez nincs egy szabály? Milyen generálási szabály? De ez lehet bárhol, nem? Na itt is vagyunk. Na nézzünk ki valami házat, ahol tudunk lakni. Gondolom a legnagyobb lesz az. Az például ott tetszik. Ó, nem biztos, hogy ez a legnagyobb, de tetszik. Oké. Hogy vehetünk tőle téglát. Itt van a templom. Igazából itt is lakhatnánk, ha úgy van. Ez egy hasznos halusi lesz amúgy. És először átnézem nyilván loot szempontjából itt a dolgokat. Például ezt elviszem, mert ez jó. Ebből tudunk kenyeret csinálni. Nem mintha nem lenne egy csomó húsunk amúgy. De igazából mindegy. A kaja sosem jó, sosem rossz, ha van. És sincsen semmi, viszont az ágyat azt vihetem. Bár mondjuk biztos vannak színes ágyak, inkább olyat viszek. Például ilyet. Ez jobban tetszik. Na, melyik házba lakjunk? Ez a házsáros, nem mondjuk mindegyik kicsi. Talán ez a legnagyobb fajta. Hát ja, talán ez a legnagyobb fajta. Oké, ide beköltözünk egy ilyenbe. De azért még átnézem a többit is. Ez tetszik ez a falu. Az egyik fele még azon a Reed biomon van már, ez a vége pedig majd a Savanna biomon. Ti mi vagytok? Fogva tartva. Ti ilyen helyi rabszolgák vagytok? Oké. Mondjuk a kapu az érdekes helyen van, na mindegy. Ó, nice. Van egy csomó kajánk. Már így az elején, meg fákat is tudunk majd ültetni, hogyha esetleg olyat szeretnénk. Ez zseniálisan van itt megtervezve. Na, van egy alapvédelmünk. Ami sosem rossz. Ja, nincs eszki, nem. Tehát, hogy ilyenekkel foglalkozok, majd lehet egyszer csinálok valamit. Szóval, ja, akkor beköltözünk akkor abba a házba. Szóval, hogyha ezt kiütöm, akkor ki is költözik innen az úriember, ugye? Majd az ilyen kilakoltatás, akkor hova tűnt a... Ja, ott van, oké. És akkor ide már nem is fogja többé betenni a lábát, nem? Remélem. Na, ezt pedig majd el is tudjuk adni. Ezeket a dolgokat. Még 10-et vesz meg? 16 van. Hú, hát megyünk is akkor már. Na, te veszed meg? Te veszed. Az első emeráldunk. Na, nem semmi mérföldkő. Oké, és akkor... Mondjuk... Hát nyilván helytakarékosnak kell lenni ebbe a kis házba. Sem, tehát én például valahogy így gondoltam a dolgokat.
Csinálhatunk még egy sütőt. Oké, szerintem alapvetően nem lesz itt rossz. Viszont belmagasság az amúgy van. Tehát belmagasság szempontjából nincs egy rossz helyünk. Oké, láda. Ennél valamivel több láda kéne, nyilván. Oké, és hát akkor elkezdhetünk majd bányászattal foglalkozni, meg ilyenek. Viszont amit először meg kéne oldani, az a kajaforrás, ugyanis ugye nyilvánvalóan az a legnagyobb probléma, amit én állatokkal szeretnék megoldani, tehát például olyan tehén dologgal, és arra gondoltam, hogy igazából fel tudnánk használni ezt a kecrecet is. Akár most így először szabadok vagytok. Nem tudom, miért vannak ezek fogva tartva amúgy. Mindegy, alszunk, aztán hozunk ide teheneket. Hát hello, mostantól mi lakótársak vagyunk, és én alszok itt. Ugye ebben a házban nem is volt ágy, szóval... Jó, mondjuk lehet, hogy te ágyadat hoztam el máshonnan, de az már részletkérdés. Na akkor... Búza... Wow, van egy pár. A tehenek hol vannak? Tehenet lenne jobb hozni, vagy bárányt? Tehén ad bőrt, ez menő. A bárány meg gyapjú, de azt olyan nagyon sok dolog nem tudjuk felhasználni, mert hogy ágy az van, azt azon kívül szűnyeg. Oké, nyilván ahol voltam, ott legyilkoltam az összes tehenet, itt meg nem lesz egy se. De ez általában így szokott lenni. Hogy mi legyen a célja ennek a hardcore sorozatnak? Sárkány megölése? Talán. Hát igazából lehet az. Vagy vidör megölése? Az mondjuk szerintem nehezebb. Oké, malacok vannak, ott vannak a tehenek. Nagyszerű. Vannak lovaink is, hogyha majd valamire akarjuk használni a lovakat. Mennyi malac van itt? Wow. Mondjuk nincsen még répám, szóval igazából tök mindegy. Na, gyertek. Kettő az jó lesz. Kettőt azt már tudjuk szaporítani. Amúgy nincsen egy túl nagy találunk még, hogyha túl nagy karámunk. Ja, és amúgy igen, nem nagyon vagyok jártas így a Minecraft videók tekintetében, én inkább streameket szoktam nézni. Például Pingvinharcos, az a Sirius streamjét, szóval hogyha esetleg van bármi olyan tippetek, hogy hogyan lehet mondjuk jobban megvágni egy videót, vagy mik a fontosabb részek, akkor azt nyugodtan írjátok meg, mert most persze utána néztem, pár videóba benéztem, de szeretném azért ezt izgalmasra, meg pörgősre megcsinálni, amennyire lehet nyilván egy Minecraft sorozat az. Azt hittem a rabszolgák már ide másznak vissza, bár mondjuk onnan be tud ugrani valami, de igazából az tök mindegy. Gyere be. Szóval igazából most tök mindegy, hogy be tud-e jönni ide valami, vagy nem. Te is gyere. Még virágok is van nekik itt bent. Remek. Na, igazából kajaforrásunk az van nagyjából. Ilyen alapszinten nyilván. Szóval el lehet kezdeni a bányászattal foglalkozni. Vagy legalábbis szerintem az lenne így a következő mérföldkő, hogy a például egy vasarmónral biztosítsuk magunkat. És ahhoz még kéne, ja igen, egy ásót akartam csinálni. Még az nincs elég botom. Oké. Na, mehetünk is. Ja, meg fáklyákat is jól lenne megcsinálni. Jó, hát nem tudok olyan nagyon sok fáklyát csinálni, de egy párat azért csinálok. Ja, meg egy izék, pajzs kéne, de ahhoz vas kell. Úgyhogy, ahhoz igen, ahhoz kell a bányászat. Oké, hogy kezdjük el a bányajáratunkat? Szerintem itt nagyjából jó lesz. Itt lefelé. Oké, hát kőbe ütközünk. Ó! Vas, ez a vas dolog, ez gyorsan jött. Szintén erre nem számítottam, de nyilván örülök neki. Már lesz is vasunk. Nice. Oké. Lehet is izét csinálni. Pajzsot. Ami ez egy hardcore sorozat alatt valljuk be elég fontos. Még ez egy kicsit pazarló amúgy, mert egy színnel többet is ki lehetne égetni, na mindegy. Valószínűleg lesz azért szemünk most a bányászat során még. Oké, hogy kell pajzsot csinálni? Kell még ahhoz fa. Itt van is például egy szép fa. Na, szóval már itt. Az a helyzet, hogy hozzá szoktam nyilván a Survivor sorozatomból az, hogy ott már gyémánc utcaim vannak, és ott ugye azzal már elég gyorsan lehet haladni. Hát itt hozzá kell szokni, itt egy kicsit még lassabb. Oké, hogy kell pajzsot? Így kell pajzsot.
kéne elfelejteni enni. Elég sokszor elfelejtek sajnos amúgy enni, ami nyilván nem egy jó dolog. Még a fákját közelebb kéne mondjuk hozni, hogy kényelmesebb legyen. Alapvetően a fákját szokottam ugye bal kezembe lenni, csak aztán rájöttem, hogy ez egy hardcore sorozat, szóval mi lenne, hogyha ez nem így lenne. Hát a 11-es szintig lemegyek szerintem, hogyha nem lesz ugye útközben valami barlangjárat. Aztán persze lehet, hogy lesz útközben barlangjárat. Na hát eddig bírta ez a kőcsákány, ami persze várható volt. Egyen magasabbra kellett volna ezt ásni, na mindegy. Oké, hát a hetet az biztos, hogy nem fogja kisütni. Viszonylag biztos, de ez például nem kell nekünk. Úgyhogy ezzel tüzelhet. Ezt eldobtam, nem? Na mindegy, most jól jön. Oké, akkor sisakot meg cipőt csinálok. Elsősorban. Ami nekem tetszik ez a hely. Hogy ez kicsit megjavítgatjuk, itt építünk utat, meg ilyenek, de amúgy szerintem ez jó hely összességében. Na veled mit lehet dílelni? Hát neked például lehet adni búzát. Fel akartam húzni amúgy a következő szintre. Mert ugye a következő szinten adni nekünk kaját, és az viszonylag fontos lenne. Na mindegy. Lehet, hogy mégis kisüti az a... Az az egy szén. Mennyit süt ki egy szén? Azt hittem 4-et, de ezek szerint többet süt ki. Akkor elképzelhet, hogy pont 7-et. Vagy 8-at, akkor a 8-at inkább. Na mindegy. Ebből már meg tudjuk csinálni a cipőt. És hát a sisakot még nem. Mondjuk egy sárkányt most már tudnánk csinálni, de igazán azt érzem most így a legfontosabbnak. Első körben. Viszont kőcsárkány az kéne. Oké, 3 kőcsárkány. Mehetünk is tovább. Fákjából nem tudok még egyelőre többet csinálni. Igen, ezt szedjen magasabbra ások, hogy ne legyen végtelen fájdalom itt feljönni. Ó, barlang. Ó, jaj. Oké, ezt még most nem biztos, hogy bevállalom. Majd visszatérünk erre. Oké. Ezt még egyelőre viszonylag elegánsan befalazom. Így már jók leszünk szerintem. Akkor ez igazából nem is annyira muszáj befalazni szerintem. Max ott egy kicsit sötétebb, mondaná, hogy bespawnoljon valami csúnyaság. Oh, hello. Valahol leesett. Ó, ez egy kisebb kanyon. Nem nagy kanyon. Ha ezen most keresztül kéne menni. Oké, tudjátok mit? Inkább elfordulok. Hát ezen nem szeretnék még egyelőre ide bemenni. Úgy keresztül menni. Úgyhogy csak szépen elegánsan egyszerűen elindulok a másik irányba. Egy kis vas. Ó, nem is olyan kevés. Na, ebből már meg lesz a sapkánk. Ó, és szén. Az is tök jó. Oké, már nincsen sok hátra. 13-as szintig megyek le. Ha jól tudom, az a legjobb, mert ott már van gyémánt, meg minden más nyersanyag, viszont ott még nem fúrunk bele a lávatavakba, hanem pont így a lávatavak felett vagyunk. Tehát mondjuk, ha például 11-esen mennénk, akkor már előttünk lennének a lávatavak, amik nyilvánvalóan nem lennének túl jók. Úgyhogy a 13-as szintig kb. A legideálisabb. Ami még 2 blokk. Vagy hát 2 szint lefelé. Oké, leértünk. Szeretek mindig egy ilyen kicsit nagyobb helyet kialakítani. Viszont igazából majd itt is indulhatunk előre. Kis szén, az sosem rossz. Ó, arany.
Még nincs vastsákányunk, szóval tök mindegy, még nem tudjuk kiszedni. De arany. Ó, meg lapis. Meg szén, meg minden. Na, tök jó. Amit nem tudunk kiszedni. Oké. Kellene felfedni a lépcsőt. Most tudom, hogy nem jó ötlet itt is csinálni egy crafting table-t, bár igazából végül is nem plusz, ha van itt lent is. De szeretnék felfele mindenképp lépcsőt, hogy ne egy kis szenvedés legyen felmenni. És akkor így, ugyebár viszonylag gyorsan tudunk majd feljutni. Én mindig a bányákba, ha elkezdek egy bányát ásni, akkor szóval mindig megcsinálom így az első körben. Aztán persze majd a végén lehet szépítgetni, ez nem sikerült annyira jól, szóval majd a végén lehet szépítgetni, meg ilyenek, erre gondolhattam volna. De alapvetően most egy kezdésnek szerintem ez is jó lesz. Köszönöm, hogy látom, éjszaka van, ami nem egy jó hír. Ja, éjszaka van. Az Iron Golemet megöljük? Vasért. Hello. Igazából megölhetjük. Hát van, menj már innen. Bár igazából nem, mert közben egy tök jó nyilván, hogy a szörnyeket megöli. Oké. Tegyük le azokat a dolgokat, amikre valószínűleg nem lesz még egy darabig szükségünk. Ezekre valószínűleg biztosan nem. Oké. Vas. És igazából van egy csomó szerünk is, szóval annyira nem állunk rosszul. Ebből az öt vasból már megcsináljuk nyilván majd a sapkát. Illetve megcsinálhatunk még egy vascsákányt is, hogy az aranyat felhozzuk. A lapishoz is aztán vaská, bár ebben most nem vagyok teljesen biztos. De nyilván a cél az, hogy legalább a vasszet meg legyen. Bár mondjuk még nem támadott ránk semmit, tehát még ugye teljesen jó állapotú minden, de hogy ez valószínűleg nem fog sokáig így maradni. Ja, meg nyilván innen is elhozhatjuk az aranyat, de ezt a ládát meg sem néztem, hogy itt mi van a lootban. Na szóval ez nem tudom mennyire egészséges. Ez valószínűleg nem egészséges, hogy így a háznak a negyedét kivágja ez a nether kapu. Igen, ez így valószínűleg nem egészséges, ennek valószínűleg nem így kéne spawnolnia. Ó, aranyalma. Az hardcore-ban mindenképp jó. Meg egy smite-os aranycsákány. Vagy mi ez, balta? Hát na, nem a tökéletes lootokról híres ez a cucc, de itt nincs is aranytömb. Ó, de van, oké. Okay. Itt valószínűleg nagyon gyorsan lesz egy híd keresztül. Na, kisültek már a vasok, igen. És akkor már meg tudjuk csinálni a sapkát. Na, és így már az alapvédelemnek végül is nem is rossz, illetve tudunk ugye egy csákányt is csinálni már. De ezért ugye alapvetően még mindig külcsákányt fogok valószínűleg többségbe használni, mert hát már még nincs olyan sok vasunk, és ugye az armor most az első üdleges cél, hogy ahhoz legyen sok vasunk. Egyelőre. Ó, meg igen, csinálok még mizéket, lépcsőket. Annyi talán már elég lesz, jó, hát annyi biztosan elég lesz. Aranyalmát is kéznél tartom, bár nem hiszem, hogy mostanában még annyira szükség lesz rá. Oké, kicsit átrendezem az inventory-t, mert ez így egyelőre elég kaotikus. Ja, nagyjából szerintem ez így a jó sorrend, valahogy így. Azért legyen ez is kéznél. Oké. Okay. Ó, mondjuk én megint ki kell egyel majd magasítani ezt az egészet. Hát, bár igazából nem biztos, hogy lehet sprintálni, nem tudom, akkor beleakadunk, de végül szépen lehet sétálni itt. Hát igen, annyi maximum, hogy nem sprintelünk. És akkor ki is tudjuk már szedni. Meg ezt is. Magam fölött nem kéne ásni, mert mit jel rám szódul valami sóder, aztán itt halok meg. Oké, igazából már van neki sok nyersanyagunk. Na jó, szerintem erre a videóra ennyi elég is volt, még kiszedem gyorsan a portáltól az aranyblokkot. Mégis egész jól haladtunk, van egy falu, ahol itt élünk, aztán majd még nyilván a
további videókban még fogunk tovább fejlődni. Tényleg nem tudom, hogy milyen lesz ennek a videónak a fogadtatása. Lehet, hogy megnézi kettő ebben, nem tudom. De minden esetre folytatom, meg vagy lesznek másfajta videók is. Lényeg az, hogy most már tényleg visszatérek, nem úgy, mint amit mondtam a 400 feliratkozós videómban, hogy majd lesznek videók, aztán azóta se volt, de most már tényleg visszatérek. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és bármi van, amit szeretnétek velem közölni, azt írjátok le kommentben, akár valami tipp, valami tanács, valami kritika, bármi, amit igazából csak tudtok. Köszönöm, hogy megnéztétek, legközelebb találkozunk, sziasztok!